kevés a kétkezi munkás, nagy a munkaerő hiány a mezőgazdaságban. Már vannak olyan termelők, akik Ukrajnából és Romániából hívnának dolgozókat az ültetvényekre. Bővülő kerékpárút hálózat. 1000 kilométernél is több kerékpárút épülhet meg 2020-ig. A fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is érintik. Lejárt a határidő. 154-en jelentkeztek pótfelvételi eljárásban a Nyíregyházi Egyetemre. Ez a tavalyi évhez képest az intézményben 10%-os létszámnövekedést jelent. Nagy a munkaerő hiány a mezőgazdaságban. Már vannak olyan termelők, akik Ukrajnából és Romániából hívnának dolgozókat az ültetvényekre. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi szervezete szerint a közmunkaprogram akadályozza a vállalkozókat, hogy elég munkavállalót találjanak a nyári hónapokra, így akár az egész gyümölcstermesztési ágazat jövője veszélybe kerülhet. Ezek a felvételek tavaly készültek, de hamarosan idén is elkezdődhet az almaszüret. A korábbi időjárás miatt alacsony termésmennyiség mellett is gond lehet a betakarítással, ugyanis jelentős a munkaerő hiány a mezőgazdasági ágazatban is. Rácz Imre szerint nem lehet a jelenlegi szabályokat követve egy évre előre meghatározni, hogy mennyi közfoglalkoztatásban résztvevő munkaerőre lesz szükség az ültetvényeken, ezért a gazdálkodók nem is élnek ezzel a lehetőséggel. Ez pedig hosszabb távon végzetes lehet a hazai gyümölcs termelésre. Akik csak egy lábon állnak és gyümölcs termesztéssel foglalkoznak és étkezési almát állítanak elő, azok előbb-utóbb emiatt fel fogják számolni az ültetvényüket, illetve sok embertől hallom azt, hogy ilyen szálláshelyek kialakításában gondolkodnak, egyenlőre még Ukrajnából vagy Romániából lehet ezt a munkaerőt pótolni, de hát az én azt gondolom, hogy egy nagy luxusnak számít, hogy a környező országok embereinek adunk munkát vagy munkalehetőséget, a mieinket meg a mi járulék elvonásunkból finanszírozunk. A kisebb termelőknek nem okoz gondot a munkaerőhiány, ők jellemzően már régóta összeszokott csapattal dolgoznak. Én átlagban egy olyan 7-8 fővel dolgozom betakarításkor, tehát ha nekem meg kell emelni a létszámomat egy 4-5 fővel, talán meg tudom még oldani, ez inkább a nagyobb termelőknél okoz gondot. Természetesen az sem mindegy, hogy az a munkaerő az mennyire képzett, illetve mennyire van hozzászokva az a mezőgazdasági munkához, hiszen hiába szerzek én plusz 4-5 embert, akik még életükben nem láttak almafát vagy almát, nem fogok tudni velük dolgozni. A nagyobb Szabolcs megyei gazdálkodók azt mondják, az alacsony termésátlag miatt idén náluk is csak kisebb fennakadásokra lehet számítani, azonban a jobb években komoly problémákat okozhat az emberhiány. Az utóbbi 2 évben kevesebb a termés, így kevesebb munkaerő szükséges, de egy általános, tehát egy 5-600 mázsás mondjuk alma termésnél, tehát már nem tudnánk annyi munkaerőt összeszedni, hogy megfelelően betakarítsunk, mivel az étkezési almaszedés az elsődleges, és a léjarma mindig későbbre húzódik, tehát már az időjárás befolyásolja a betakarítást, és a létszám egyre kevesebb, tehát olyan emberek, akik dolgozni szeretnek, meg értenek is hozzá, tehát ezekből már kevés van. A vállalkozó azt mondja, magasabb bérrel lehetne újabb munkavállalókat szerezni, amit viszont az alma felvásárlási ára nem bír el. Emellett jelentős probléma szerinte az is, hogy a fiatalokat már egyre kevésbé érdekli a mezőgazdaság. 1000 kilométernél is több kerékpárút épülhet meg 2020-ig. A fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is érintik. Több település pályázik, de akadnak olyan önkormányzatok, amelyek saját erőből fejlesztenek. A kerékpárút hálózatok bővülése több biciklist vonz a közlekedésbe, ám a figyelmetlenség sok balesettel járhat. Tavaly 16 ezeren sérültek meg közúti közlekedési balesetben, valamivel több mint 1800 esetben biciklis volt a szerencsétlenség okozója.
Összesen 55 kilométer. Jelenleg ilyen hosszú a nyíregyházi kerékpárút hálózat, amelyet az önkormányzat szinte minden évben tovább bővít önerőből vagy pályázati forrásból. Fejlesztés a közeljövőben is lesz, várhatóan Nagykálló, azaz Borbánya felé is vezet majd bicikliút. Mi Borbányáról szoktunk túrázni, és ott is hallottam, hogy a Borbánya-Nyíregyháza szakaszt meg fogják építeni, amit mi nagyon várunk, és nagyon örülünk, hogy most már ott is lesz bicikliút. A tervek és fejlesztések is hozzájárultak ahhoz, hogy a Szabolcsi megyeszékhely idén is megkapta a kerékpárbarát település címet. Nyíregyháza belvárosában hamarosan tovább bővítik a kerékpárút hálózatot, a Szegfő utcát szélesítik egészen négy sávossá, mellette pedig biztonságos kerékpárutat építenek majd ki. Nagyon fontos, egyik legfontosabb szempont, hogy a kerékpárutak összeérjenek, országos hálózattá váljanak. Ha bármikor jön egy kerékpártúr, az bárhol megy, akkor mindig kerékpárúton tudjon tekerni, ami biztonságos a kerékpárosok számára, ne kelljen az autósoktól félni, ezeknek legyen egy jó minősége, és a kerékpáros biztonságban érezze magát, és jól érezze magát a kerékpáron. A kerékpárút hálózatok bővülése több biciklist vonz a közlekedésbe, ám az autósok vagy az ő figyelmetlenségük sok balesetet okozhat. Ez a felvétel Budapesten készült, a kamera a kerékpáros bukójáról rögzítette az eseményeket. A szürke autós figyelmetlen volt, elsodorta a kerékpárost. Az elsőbségi jog az alapvetően nem óvja meg őket a sérüléstől, tehát egy szintbeli kereszteződéshez érve mindenféleképpen azt óvatosan közelítsék meg, illetve figyeljenek a közlekedésben résztvevőkre. A kerékpárral közlekedőknek a rendőrök azt ajánlják, hogy a kijelölt helyeken közlekedjenek, hiszen a bicikliutakat és sávokat az ő biztonságuk érdekében építették ki. Ahol kerékpárút vagy kerékpársáv került kialakításra, ott az úttesten közlekedni tilos a kerékpárosoknak, ez szabálysértést valósít meg. A KSH személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek számát is összegzi. Az adatok szerint 2015-ben több mint 16 ezeren sérültek meg, valamivel több mint 1800 esetben biciklis volt a baleset okozója. 154-en jelentkeztek pótfelvételi eljárásban a Nyíregyházi Egyetemre. Ez a tavalyi évhez képest az intézményben 10%-os létszámnövekedést jelent. Az eljárásban csak költségtérítéses hallgató vehető fel, illetve olyan, akit ebben az évben egyetlen felsőoktatási intézménybe sem vettek fel. A pótfelvételi eljárás ponthatárai augusztus 25-én derülnek ki. Addig lezajlanak a felvételi elbeszélgetések és az alkalmassági vizsgák. Most még szinte üres a Nyíregyházi Egyetem épülete, de a felsőbb évesekhez hamarosan csatlakozik az a több mint 1250 hallgató, akik már a nyár elején tudták, hogy itt kezdik meg szeptembertől a felsőoktatási tanulmányaikat. Most a pótfelvételi jelentkezési eljárás lezárultával újabb 154-en reménykedhetnek abban, hogy az egyetem hallgatói lesznek, amennyiben jól sikerülnek a pénteki felvételi elbeszélgetések. Érdekes, hogy a nappali képzéssel szemben a levelező képzés népszerűbb a pótfelvételi eljárásban, és azok a szakok, amelyek egyébként is költségtérítéses formában lettek meghirdetve, így a legtöbben pótfelvételinél gazdálkodás és menedzsment szakra jelentkeztek, mind nappalinál, mind a levelező képzésben, illetve turizmus és vendéglátásnál, levelezőnél is és a felsőoktatási szakképzésnél. De népszerű még a sportszervező szak is levelezők a pótfelvételi eljárásban, illetve a felsőoktatási szakképzésben a mezőgazdasági mérnök. A Nyíregyházi Egyetemen 32 osztatlan tanári szakra, 40 alapszakra és felsőoktatási szakképzésben 30 szakirányú továbbképzésre és 36 mesterképzési szakképzettségre lehetett pótjelentkezést beadni. Mindazok a hallgatók, akiknek meg kell jelenni felvételi elbeszélgetésen vagy alkalmassági vizsgán, ezt a héten pénteken, tehát augusztus 19-én 9 órától tehetik meg. Mi mindenfajta fórumot igyekeztünk felhasználni, hogy mindenkit értesítsünk erről, hiszen nagyon rövid a jelentkezési, illetve hát az értesítési határidő. Ezt követően augusztus 25-én lesz döntés, és kapják meg a hallgatók, hiszen most ez is új az idén, nagyon korán kezdünk, szeptember 1-én mint a közoktatás, mi is elkezdjük az oktatást. Korábban ez mindig szeptember közepére tolódott, de most elsősorban a duális képzés miatt fontos, hogy szeptemberben mi is elkezdjük a tanévet.
Az idei felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárainak megállapítása várhatóan augusztus 25-én lesz. Ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a felsőoktatási intézménytől kapják meg szeptember első napjaiban. Mintegy 1000 énekes érkezett Nyíregyházára a 11. Kantémusz Nemzetközi Kórus Fesztiválra. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A népesség 90%-a előbb vagy utóbb hátfájdalmaktól szenved. Ez civilizációs ártalom, az ülő életmód, a mozgáshiány és a helytelen testtartás a leggyakoribb kiváltó ok. A gerinc bántalmak megelőzésére vagy enyhítésére van lehetőség. Egyre többen kérik gyógytornászok, szakorvosok segítségét. Elkezdte a felkészülést a nyíregyházi kosársuli felnőtt csapata. A legutóbbi szezonban az amatőr nemzeti bajnokság második helyén végző együtteshez nem érkezett új játékos a nyári szünetben. Az NKS szeptember 24-én hazai pályán a Közszolgálati Egyetem ellen kezdi a bajnokságot. Mintegy 1000 énekes érkezett Nyíregyházára a 11. Kantémusz Nemzetközi Kórus Fesztiválra. Török, finn és japán delegáció is van a fellépő kórusok között, de 7 magyarországi csapat szintén tagja a világtalálkozónak. Ma délelőtt a dél-koreai és a tajvani énekesek produkcióját láthatták az érdeklődők a megyeházán, de Nyíregyházán kívül további 7 településen is koncerteznek majd. Elsőként a tajvani gyerekkórus lépett színpadra szerda délelőtt a megyeházán, a Kantémusz Nemzetközi Kórusfesztivál és karvezetői mesterkurzus hangversenyén. A kórust olyan gyermekek alkotják, akik az őslakossághoz, az úgynevezett Pájván törzshöz tartoznak, és annak tradicionális zenei hagyományát mutatják be Magyarországon. Megalakulásuk óta már számos fesztiválon léptek fel, ahol jelentős sikereket is elértek, hazánkban viszont eddig még nem jártak. Az idei Kantémusz világtalálkozó az első magyarországi fellépésük. A 11. Nemzetközi Kantémusz Kórus Fesztivál augusztus 15-től 21-ig tart. Ennek egy kiemelt eseményén vagyunk most itt, pontosabban az előtt. A megyejárás koncerteknek egy hivatalos megnyitóját fogjuk itt tartani a megyeházán, amelyen 2 kiemelt együttesünk érkezett távol-keletről. A dél-koreai gyermekkarunk és a tajvani gyermekkarunk lép fel ezen az eseményen. A World Vision gyermekkar Dél-Koreát képviseli a Nemzetközi Kórusfesztiválon. Az árvák és özvegyek megsegítésére létrehozott World Vision mozgalomnak köszönhetik 1960-as megalakulásukat. Mára pedig már a mennyország vízhangjaiként említik őket. A 40 fős kórus 12-14 éves gyermekekből áll, korábban már a BBC egy tekintélyes versenyét is megnyerték, és egyszer már hazánkban is jártak. A Nemzetközi Fesztivál énekesei idén Nyíregyházán kívül még 8 településen lépnek fel. Többek között török, japán és finn kórussal is találkozhatnak majd az érdeklődők. A többnapos rendezvény a megye kulturális értékét is emeli. Olyan színfoltot jelent a megye a város kulturális életében, amely nélkül sokkal, de sokkal szegényebbek lennénk. A magas kultúrát hozzá kell hozzánk, olyan mennyei élvezetet, amit hát nagyon ünnepek alkalmával szoktunk csak élvezni. Hát különösképpen így államalapító Szent István ünnepe körül ez nagy öröm számunkra, amikor részt vehetünk ezeken a koncerteken. Különösképpen, hogy egy megyejáró programot is beiktatunk már a Kantémusz program sorozatába évek óta, amikor jeles helyszíneken, műemléktemplomokba, olyan közösségekbe viszik el ezt a magas kultúrát, akik talán egyébként nem juthatnának hozzá. Csütörtök este ingyenes folklór estel várják majd az érdeklődőket Nyíregyházán a Kossuth téren is, ahol a nézők szavazással választhatják meg a Kórusfesztivál idei közönség díjasát. A 11. Kantémusz Nemzetközi Kórusfesztivál végül egy gálaestel zárja a hetet szombaton, amelyen a közel 1000 énekes együtt is fellép majd. A közös ének nem csak a vendégeknek,
Maguknak az énekeseknek is felemelő érzés hangzott el a szerdai hangversenyen. A népesség 90%-a előbb vagy utóbb hátfájdalmaktól szenved. Ez civilizációs ártalom, az ülő életmód, a mozgáshiány és a helytelen testtartás a leggyakoribb kiváltó ok. A gerincbántalmak megelőzésére vagy enyhítésére van lehetőség. Egyre többen kérik gyógytornászok, szakorvosok segítségét. Ez a csontváz központi része a bonyolult felépítésű gerincoszlop. Feladata a testtartás biztosítása, ám rengeteg betegsége lehet. Az utóbbi években gyakoriságuk jelentősen megnőtt, szinte népbetegséggé vált. A legtöbbször mi vagyunk az okozók, nem megfelelően ülünk, ez a videó is erre hívja fel a figyelmet. Az emberek 90%-ánál előbb-utóbb előfordul valamilyen gerincbetegség, és ez datálódik egész odáig, hogy a civilizált életforma és a teljesítménycentrikus iskolarendszer miatt naponta 8-10 órát inaktívan töltenek a gyerekek. A felmérések szerint a gyermekek, fiatalok mintegy kétharmadánál található valamilyen gerincrendellenesség. A gyerekkoromban diagnosztizáltak nálunk gerincferdülést, emiatt rendszeresen jártam gyógytornára, sőt ezt a mai napig is folytatom. Sokszor okozott nekem ez problémát, mint ülésnél, hogyha hosszas ülés vagy állás során fájt a dereka, muszáj voltam megmozgatni a hátamat, egy picit járkálni, de mivel ezt a gyógytornát szinten tartom, így sokkal jobban odafigyelek a tartásomra, és emiatt is választottam ezt a szakmát. Ez a funkcionális tréning a segítőeszközök tárháza színes, a bordásfalhoz kötött izomerősítő szalagok is segíthetik a gerinc tornáztatását, de itt van a több funkciós, dinamikus ülőpárna is. A szakemberek azt mondják, a gerincfájdalom többnyire nem elkerülhetetlen sorscsapás, sok esetben a helytelen tartás és mozgáshiány következménye. Az ülő munkát végzőknek ajánlatos 45-50 percenként 2-3 percben átmozgatni a nyakukat, a derekukat. Van egy technika, amivel rendszeresen be tudjuk állítani a törzsünket, a tartásunkat. Ez a fogaskerék modell, amikor a medencét előre billentve a mellkas és a fej követi ennek a mozgását. A fogaskerekek egymás ellen, egy ellentétes irányban mozognak. Ha előre billentem a medencét, tehát a fogaskerék előre forog, akkor a háti szakasz és a mellkas ellentétes irányba pontosan követi a medencének a mozgását, és a fej is tökéletesen középre áll. Így néz ki a fogaskerék modell, a legegyszerűbb, ha figyelünk testtartásunkra, hogy ne görnyedve üljünk, már ez is sokat segíthet, mondják a szakemberek. Elkezdte a felkészülést a nyíregyházi kosársuli felnőtt csapata. A legutóbbi szezonban az amatőr nemzeti bajnokság második helyén végző együtteshez nem érkezett új játékos a nyári szünetben. Az NKS szeptember 24-én hazai pályán a Közszolgálati Egyetem ellen kezdi a bajnokságot. Az elmúlt években megszokott Csengeri sportcsarnok helyett az idén Békés Csaván tartotta a bentlakásos edzőtáborát a nyíregyházi kosársuli. Az elmúlt héten 45 utánpótlás korú játékos készült a viharsarokban. Hétfőn a felnőttek is munkába álltak, mégpedig változatlan játékos kerettel, mivel új kosaras nem érkezett a nyári szünetben. Sőt, Farkasinszki Gyuláni edzőnek inkább azzal kell számolnia, hogy gyakran lesznek hiányzói. A felnőtt csapatnál ott ugye azért már vannak gondok és problémák, mivel itt már vannak, akik dolgoznak amatőr csapatról lévén, de nem tudjuk megoldani azt, hogy ők minden egyes edzésen részt vegyenek, ezért nem vettek részt a békésabai táborba is. Ők ugyanúgy ezen a délelőtt délután, tehát napi két edzésre mennek, annyi, hogy a délután edzésre csatlakozik be a nagyobbik rész, de a délelőtt inkább az utánpótlásra lehetnek azok, akiknek éppen esetleg olyan az iskolai elfoglaltsága, a munkahelyi elfoglaltsága, stb. Tehát ők biztos, hogy itt még a szeptember elején is a fizikális jellegű felkészítést fogják kapni. Annyi, hogy ebbe egy ilyen laza két edzőmérkőzés bele fog kerülni augusztus végén, amikor is a Szolnok ugye itt edzőtáborozik, az utánpótlás is a felnőtt csapatával, ők kértek két edzőmérkőzést, amit megpróbálunk megoldani. A
A csapat erőnléti edzője Farkasinszki Gábor 8 héten keresztül Székesfehérváron a 6 korosztályos válogatott felkészülését segítette. Most már a nyíregyházi lányokkal foglalkozik a fiatal szakember. Szerencsére sikerül úgy megoldanunk ezt a dolgot, hogy napi 2 edzéssel tudunk dolgozni, így a napi egyik része gyakorlatilag csak az erőnléti részével foglalkozunk. Heti 3 teljes futóblokkja van a játékosoknak, a maradék 2 edzésben pedig az itt kimaradt dolgokkal, propriocepciós részekkel, valamint a kondicionális részével próbálunk megfoglalkozni a játékosoknak. Az elmúlt években élvonalbeli csapatok által folyamatosan csábított Papp Klaudia valószínűleg utolsó szezonját játsza nyíregyházi színekben. Az irányító reményei szerint ott lesznek a legjobb 8 között a bajnokság végén. Nagyon fiatal a csapatunk, ugye kadettkorú játékosok töltik ki szinte az NB1-es felnőtt csapatot. Hát nagyon remélem, hogy a 8-ba ugye minimum bekerülünk, és hát onnan meg lesz, ami lesz. Az amatőr nemzeti bajnokságban szeptember 24-én rajtol a szezon. A nyíregyházi kosársuli a nyitófordulóban a Közszolgálati Egyetem csapatát fogadja. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Nagy a munkaerő hiánya a mezőgazdaságban. Már vannak olyan termelők, akik Ukrajnából és Romániából hívnának dolgozókat az ültetvényekre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi szervezete szerint a közmunkaprogram akadályozza a vállalkozókat, hogy elég munkavállalót találjanak a nyári hónapokra, így akár az egész gyümölcs termesztési ágazat jövője veszélybe kerülhet. 1000 kilométernél is több kerékpárút épülhet meg 2020-ig, a fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is érintik. Több település pályázik, de akadnak olyan önkormányzatok, akik saját erőből fejlesztenek. A kerékpárút hálózatok bővülése több biciklist vonz a közlekedésbe, ám a figyelmetlenség sok balesettel járhat. Tavaly 16 ezeren sérültek meg közúti közlekedési balesetben, valamivel több mint 1800 esetben biciklis volt a szerencsétlenség okozója. 154-en jelentkeztek pótfelvételi eljárásban a Nyíregyházi Egyetemre. Ez a tavalyi évhez képest az intézményben 10%-os létszám növekedést jelent. Az eljárásban csak költségtérítéses hallgató vehető fel, illetve olyan, akit ebben az évben egyetlen felsőoktatási intézménybe sem vettek fel. A pótfelvételi eljárás ponthatárai augusztus 25-én derülnek ki, addig lezajlanak a felvételi elbeszélgetések és az alkalmassági vizsgák. A Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 17-én szerdán. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk, híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. A Kárpát-medence fölé csütörtökön szárazabb levegő áramlik. Általában több órára kisüt a nap, kissé erősödik a nappali felmelegedés, de kánikula továbbra sem várható. Éjjel változóan felhős idő lesz, eleinte helyenként még előfordul záporeső. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben időnként megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés várható. Egy-egy zápor előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Pénteken a Dunántúlon több, keletebbre kevesebb helyen alakul ki záporeső zivatar. Szombaton a változó felhőzet mellett általában több órára kisüt a nap, és csupán néhol ered el a zápor. A hét utolsó napján nyugat felül egy csapadékzóna érkezik, amely kelet felé vonul. Hétfőn szorványosan lehetnek záporok, zivatarok, majd a következő napokban kicsi a csapadék esélye, a napsütés lesz túlsúlyban. Vasárnapig tovább erősödik, majd kissé gyengül a nappali felmelegedés.